Ez a Híradó 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! A számok azt mutatják, hogy továbbra sem csökken a migrációs nyomás. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt a ma reggelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Spanyolországban egy év alatt megduplázódott az illegális belépések száma, és növekszik a forgalom a török-görög határon is. Hozzátette, az ENSZ globális migrációs csomagja pedig újabb lendületet ad ennek, hisz az a migráció menedzselésére helyezi a hangsúlyt, ami elfogadhatatlan. Magyarország már az elején világos, tehát hogy ebben egészen biztosan nincsen képviselhető közös európai álláspont, és most ezt mint egy kiegyensúlyozva, kompenzálva mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az Európai Unió, Brüsszel élen járjon a globális migrációs csomag végrehajtásában. De ezt mi természetesen meg fogjuk akadályozni. Az Európai Unió tagállamainak egy harmada, 9 tagország nem szavazta meg a globális migrációs csomagot, tehát szó sincs arról, hogy itt az európai országok valami fajta egységfrontban a globális migrációs csomag végrehajtását kívánnak elérni, sőt, ennek ellenkezője az igaz. Marokkó tavaly 89 ezer illegális bevándorlót tartóztatott fel, számuk 37%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Marokkó vált az Európába igyekvő bevándorlók egyik fő tranzitállomásává, miután Olaszország szigorú bevándorlási politikája és a líbiai parti őrségnek nyújtott uniós támogatások miatt csökkent a Líbiából érkező menedékkérők száma. Az Európai Unió már 30 millió eurót átutalt Marokkónak a tavaly ígért 140-ből, ezért ezzel az összeggel a helyi hatóságok munkáját már tudják segíteni a menekültáradat megfékezésében. 2018-ban több mint 111 ezer migráns érkezett Európába. Sok a munkaügyi szabálytalanság itthon. A pénzügyminisztérium adataiból ugyanis kiderül, hogy a foglalkoztatók 70%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Tavaly az első 9 hónapban több mint 50 ezer céget ellenőriztek. A fekete foglalkoztatás volt a leggyakoribb probléma, ami elsősorban az építő és a vendéglátó ipari cégeket érintette. Nemzetközi minta a baloldali és a liberális aktivisták egyik alapműve adhatja az ötleteket az itthoni ellenzéki akciókhoz, ezt mondta az M1-nek nyilatkozó alkotmányjogász. A 70-es években Amerikában megjelent könyv ahhoz a tanácsokat, hogy hogyan lehet fellázítani az embereket a hagyományos és konzervatív értékrend ellen. A nemzetközi baloldal, de később a liberálisok egyik bibliájává vált. A liberális erők Sol-Elinsky módszereit alkalmazva próbálnak megdönteni legitim nemzeti és konzervatív kormányokat. Erről beszélt ifjabb Lomnici Zoltán az M1-en. Az alkotmányjogász rámutatott, az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy a balliberális oldal a radikálisok szabálykönyve szerint próbál káoszt teremteni. Sol-Elinsky 1971-ben írta le, hogy szerinte hogyan lehet fellázítani az embereket a hagyományos és konzervatív értékrend ellen. Szakértők szerint tanait az Egyesült Államokban a demokrata Barack Obama mellett Hillary Clinton is követte, aki a szakdolgozatát is a mentorának tekintett Elinskyről írta. Az elmélet egyik alaptétele, hogy a nyomást folyamatos újításokkal állandóan fenn kell tartani. Ennek érdekében pedig minden eszköz, például az erőszak és a rendbontás is megengedett. A demonstrálók decemberben így estek neki a Kossuth téren a szegény gyerekeknek szánt szánkóknak. Az ellenzéki képviselők pedig a parlamentben akadályozták az ülés szabályos levezetését. Nyilvánvalóan ez egy kreatív ötlet volt. Akkor több ellenzéki képviselő az Elinsky módszer egyik alaptételét hangoztatta, vagyis hogy ki kell lépni a megszokott politikai keretek közül. Az elmélet ugyanakkor azt is kimondja, hogy egy taktika csak akkor jó, ha az embereit élvezik. A decemberben rendőrautót rongáló tüntető például nevetett, amikor a rendőrök őrizetbe vették. Nem sokkal korábban pedig látszólag élvezettel fenyegette az egyenruhásokat. De az akciók alatti jókedv az MTVA székházába bejutó képviselők arcán is látszott. Nem akarjuk, hogy a tömeg elveszítse a türelmét. Engedjenek minket a rádióba. Az Elinsky módszer szerint az ellenfelet folyamatosan fenyegetni kell. Tudja, mi lett a következménye? Nyilván tudja, ugye? Most ott, kint több ezer dühös ember van. Akkor majd bejönnek az emberek, és ők majd ők számon kérnek. És el kell érni, hogy erőszakot alkalmazzon.
Ennek reményében provokálhatták és dobálhatták a kormány ellenes tüntetők a rendőröket. Ugye? Szarér, hogyért csinálja? A módszer azt is kimondja, hogy intézmények helyett személyeket kell támadni. Ez lehet az oka annak, hogy az ellenzéki képviselők a közmédia székházában a biztonsági őröktől kezdve a szerkesztőkön át a vezérigazgatóig a munkavállalókra tettek sértő megjegyzéseket, és személyiségi jogaikat figyelmen kívül hagyva inzultálták őket. Ezek az ellenzéki képviselők már nyilvánvalóan, mint országgyűlési képviselő lejáratták magukat, ők már politikai aktivisták. A modell egyik fontos eleme, hogy az akciókat politikusok helyett politikai aktivisták követik el. Soros György hálózata mellett ilyennek tekinthetők mostanra az ellenzéki képviselők is, fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a módszer és az azt alkalmazók is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Hogyha egy magyarországi képviselő mondjuk külföldi fejtágításon vesz részt, megtanítják neki ezeket a módszereket, majd ezeket betanulva beveti akár a közmédia területén, akkor az határozottan kimerem jelenteni, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az alkotmányjogász ugyanakkor úgy véli, az ellenzéknek a módszer egyik fontos elemét nem sikerült alkalmaznia. Akciói közben ugyanis az ellenfél helyett saját magukat tették nevetségessé. Az állami számvevőszék nem politikai alapon, hanem a törvények alapján végzi az ellenőrzéseit. Ezt közölte a szervezet szóvívője a Momentum és a Párbeszéd képviselőivel, miután nem teljesítették az elszámolási kötelezettségeiket. Az érintett pártok ezt részben el is ismerték, de nem értenek egyet azzal, hogy emiatt fel kellene függeszteni az állami támogatásaik folyósítását. Itt várjuk az állami számvevőszéket, hogy vizsgálják meg ezeket a dokumentumokat. Készítettünk is pogácsát és vizet is, annak érdekében, hogy kényelmesen meg tudják ezt tenni. Pogácsával és vízzel fogadta volna csütörtökön az állami számvevőszék ellenőreit a Párbeszéd. Az ÁSZ egy nappal korábban közleményben jelezte, a Párbeszéd nem teljesítette közreműködési kötelezettségét, ezért kezdeményezik, hogy függesszék fel a párt állami támogatását. Ezzel együtt költségvetési csalás gyanúja miatt is feljelentették a Párbeszédet. Mi átadtuk december 10-én az összes dokumentumot, amit nem vizsgáltak meg. Az ÁSZ szerint a Párbeszédnél mintegy 6 millió forintnyi kampánypénzzel nem tudnak elszámolni. A párt ugyanakkor azt állítja, ők átláthatóak és minden szükséges dokumentumot eljuttattak az ÁSZ-hoz, csak ott nem kezdték el az ellenőrzést. A Párbeszéd elnökségi tagja szerint a számvevőknek elszámolás nélkül is ki kellene tudnia deríteni bármit. Azért van ekkora hátterük, hogy nagyon bonyolult pénzügyi összefüggéseket is fel tudjanak deríteni, ha valaki valamit el akar rejteni, azt is fel tudják deríteni. A Párbeszédhez hasonló helyzetben van a Momentum is. Az ÁSZ szerint a párt több mint 500 millió forintnyi kampánypénzzel nem tud elszámolni. Több jogszabályt is megsértettek, például nem tették időben közzé elszámolásukat, és nem adták át az ellenőröknek a kiadásokat és a bevételeket alátámasztó dokumentumokat. Valóban lehet, hogy volt itt egy kicsi csúszás. A Momentum alelnöke elismerte, hogy csúsztak az elszámolással, de szerinte ez még nem ok arra, hogy megbüntessék őket. Hajnal Miklós ugyanakkor hozzátette, az összes számlát később sem fogják odaadni az ÁSZ-nak, mert nem bíznak a szervezetben. Legfeljebb a fénymásolatait tudnánk behozni. Én nem bízom annyira lassan, mert egyik pártállami intézményben se, hogy itt hagyjak számlákat csak úgy, ha meg a fénymásolatát hozzánk be, arra meg biztos azt mondanák, hogy nem hiteles. Az ÁSZ szerint sem a Momentum, sem a Párbeszéd nincs tisztában a vonatkozó előírásokkal, ezért ezeket egy adathordozóra töltötték fel, amelyet át is adtak a Momentum alelnökének. Ez a pendrive tartalmazza a pártok gazdálkodására, ez a kampánypénz elszámolására vonatkozó összes törvényelőírást. Az állami számvevőszék szóvívője azt is közölte, az ÁSZ nem politikai alapon, hanem a törvények alapján végzi az ellenőrzéseit. A pártok felé viszont elvárás, hogy mint közpénzt felhasználó szervezetek átláthatóan működjenek. A pártok azok döntő mértékben a közpénzből, tehát adófizetői forintokból működnek, és a pártok, amikor úgy döntenek, hogy egy választáson elindulnak, országos listát állítanak, akkor közpénzt kérnek, illetve közpénzt kapnak az államtól, közvetve az adófizetőktől, és nagyon fontos, hogy ezeket a közpénzeket, ezeket a törvényeket maradéktalanul betartva használják fel. Horváth Bálint hozzátette, amennyiben a két párt a következő időszakban hitelt érdemlően bizonyítja, hogy törvényesen használták fel a közpénzeket, akkor feloldják az árulást, és a pártok megkaphatják az állami támogatásokat.
Autóbaleset érte Fülöp herceget, a brit uralkodó férjét. A Buckingham palota bejelentése szerint az edinburghi herceg nem sérült meg. A 98 éves Fülöp herceg második Erzsébet királynővel karácsony óta a család kelet-angliai téli rezidenciáján tartózkodik. A baleset is itt történt. A herceg maga vezette járművét. A terepjáróval az országútra akart kihajtani, amikor összeütközött egy másik kocsival, amelynek két utasa könnyebben megsérült. Fülöp autója felborult, és a herceget a helyszínen tartózkodó emberek segítették ki a járműből.